gyors egészségügyi elsősegély bemutatót látunk a fejegyarmati mentősök. Demonstrálják az itteni gimnazistáknak egy gépkocsi balesetben megsérült embert. Először bemutatnám, és utána elmondom, hogy mentenek gyorsan. Tíz másodpercig nézzük a lépést. Oxigén mostanában 10-12 liter per perce adjuk a szakmai protokoll szerint. Most nem adok neki, mert nagyon sok lesz. Koronya körömágy telítődését nézzük, 5 másodpercig. Ha 2 másodperc, akkor jó, ha attól túl, akkor már... Száraz, meleg csapatot időre van, pulzoximétert tárhatjuk, ebből a véroximétert végét, illetve a pulzoximétert nézni. Neki tökéletes a véroximétert feltsége. Ezután következik a gyorsan nézzük a hajas helyzőt, nem vérzik. Ellenőrzöm a pupillákat, ekkor mentén, de jól reagálnak. Következik a nyak. Nyaki gerincen kiskánokon erőnyesítő és külső jelentkemat látok-e. Megnézzük, hogy a lépcső középállásban van-e, illetve a nyaki vénák teltek-e. Ilyenről mi szólhat a nyak rögzítése. Rányomni. Következnek a combvizsgálatai, térdét rögzítem, és megnézem, hogy látok-e rajta külsérelmi nyomot. Nincs rajta külsérelmi nyom. Töréssel észlelek. Ezután következik, hogy rá fogjuk rakni a lapát oldalra, ehhez kérlek egy segítséget. Hagyom. Gépkocsvezető számol, és mindig háromra mozgatjuk. A gépkocsvezető irányít ilyenkor. 1, 2, 3. Felhúzom, áttapintom a gerincét, van-e. Gerincsérülése nincs. Leszik a lapát, hordlágyat, és akkor 1, 2, 3. Jó, jöhetnek a kevederek. Kevederek. Az autóba, és ott kezdjük a vizsgálatot. Tehát, mondtad, hogy a vizsgálatot. Szerintem kiengedjük.